Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, a beoltottak száma még a hét utolsó napján eléri az 5,5 milliót, ami azt jelenti, hogy szombattól, azaz július 3-ától a korlátozások már biztosan megszűnnek. A szociális intézmények és a kórházakon kívül sehol nem kell maszkot viselni, vagyis boltokban és tömegközlekedési eszközökön sem. Védettségi igazolvány nélkül mehetünk éttermekbe, bárokba, szállodákba, strandra, és az előre váltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra. A családi események magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik. Ám a sporteseményeken, a koncerteken, a fesztiválokon és a zenés szórakozó helyeken 500 főt meghaladó, szabad téren tartott egyéb rendezvényekre továbbra is kérik majd az igazolványt. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt rajtuk. A Szekszárdi Sportközpont NKFT ügyvezető igazgatója azt mondja, a jó idő és a szabályok enyhítése miatt még több látogatóra számítanak. Az elmúlt két hétben, ahogy megjött a jó idő, látogatók is megjelentek a strandon. Konkrét adatokat számszerűen még nem szeretnék mondani, de a hétköznapi jegyár bevezetése az nagyon megnövelte a látogatói számunkat, úgyhogy ennek nagyon örülök. De sajnos volt olyan, hogy jöttek volna be a strandra vendégek úgy, hogy be voltak oltva, de nem Magyarországon voltak beoltva, és amit hoztak igazolást, azt sajnos nem tudtuk elfogadni, annak ellenére, hogy nagyon sajnáltuk a vendégeket, hogy mi is tudtuk, hogy be van oltva, de mégse tud bejönni a strandra. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy az 5,5 milliós átoltottság után már nem kell védettség igazolvány a strandlátogatáshoz. A biztonsági szolgálat számát kicsit megnöveljük. Mint említettem, már így is azért komoly látogatói számaink voltak. Számítunk rá, hogy ez, főleg, hogyha ilyen szép idő marad, mint ahogy az elmúlt időszakban, ez még tovább fog növekedni. Illetve, hogyha nem kell védettség igazolvány, mindenképp szeretnénk egy-két zenés programot is behozni a strandra. Hát ezt meg kell vizsgálni, hogy ha a strandra hozunk rendezvényt, akkor tulajdonképpen itt most közfürdőnek számítunk, vagy zenés rendezvénynek számítunk. Ezt a kollégákkal meg fogjuk vizsgálni, és úgy fogunk majd döntést hozni. Az utolsó simításokat végzik a dolgozók a Szekszárdi Borvidéken található birtok egyik vendégházában a lakodalom előtt. A wellness részleget is beindították. A 200 fő alatti lagzikat, ballagásokat, szülinapi partikat eddig is lehetett tartani a birtokon. A vendégektől azonban védettségi igazolványt kellett kérni, ami kissé megnehezítette a szervezést. Óriási teher lemegy, illetve hát azért ezt személyesen kellett kezelni, kommunikálni, hogy a vendég ne sértődjön meg, ugye gyakorlatilag fogadja ezt el minél jobban. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült is a kollégáknak ezt lekezelni, illetve az értékesítésünk már a szálló vendégektől értelemszerűen az iratok mellett bekérte, hogy ne itt a szobák átadásánál csapódjon le ez a kellemetlen ellenőrzés, hogy az oltási igazolvány rendben van-e. A magyar emberek fegyelmezettek voltak. Én ezt láttam, tehát a többsége messze, mondom, 90% fölött fegyelmezetten viselte ezt. Mindig van kivétel, szerintem, meg a nagyszámok törvény alapján ez azért mindig van, de 90% nagyon fegyelmezetten viselte, tudta, hogy ez a szabály, hiszen akárhova megyünk, ezeket a szabályokat be kellett tartani. Előfordult, hogy a szabályok miatt többen nem tudtak részt venni a lakodalmakon, nem tudtak megszállni a szállásokon. Abba befolyásolja, hogy sokkal könnyebb lesz nem csak nekünk, hanem ezáltal a vendégeknek is egy szervezés. Most gondolok egy ilyenre, hogy ugye egy esküvői rendezvény, amit már szegény mennyasszony vőlegény 28 szabály alapján lő be, létszám, ilyen papír, olyan papír, tehát hogy feloldódnak ezek a szabályok, így nekik is sokkal könnyebb lesz, és én úgy gondolom, hogy aki ugye tartott ettől, főleg még ugye amikor nagyon a kezdete volt a feloldásoknak, és én úgy gondolom, hogy azért az első időszakban jóval kevesebben jöttek el a meghívott vendégek közül. Én ilyen infókat kaptam az ifjú pártól.